Köszöntöm a Győr Plusz Televízió nézőit, ez a Széchenyi Híradó, az egyetemes tudás magazinja. Először képes beszámolónk érkezik. Egyetem és ipar egymást erősítik, tanácskozás a győri kampuszon. Regionális állásbőrze már 10. alkalommal, nagy sikerrel. Egyedülálló megállapodás, Huawei labor lesz Győrben. Jövök a részletekkel. Egyetem és ipar egymás nélkül félkarú óriások, hangzott el a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Széchenyi István Egyetem szakmai konferenciáján. A Felsőoktatási Társadalmi és Gazdasági Együttműködések Tanácskozás résztvevőit dr. Földesi Péter rektor, Kara Ákos országgyűlési képviselő és a kamara vezetője köszöntötték, akik arról beszéltek, a Széchenyi jó partnere már évek óta a győri és a Győr környéki cégeknek és vállalatoknak. Mi is ott voltunk. A Felsőoktatási Társadalmi és Gazdasági Együttműködések konferenciája címmel szervezett rendezvényt a Széchenyi István Egyetem, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 3 éve még az egyetem falai között a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából hívták életre a konferenciát, ami mára már számos partner szervezet közreműködésével valósul meg. Még bővült a kör, hiszen a megyei önkormányzat, a megyei Europe Direct iroda, országos rendőrfőkapitányság, megyei rendőrfőkapitányság is beszállt a szervezők közé, tehát azt lehet mondani, hogy most már egy teljesen hatósági, gazdasági, ipari és egyetemi együttműködésén nőtte ki magát a rendezvény. A konferencián a középpontban a jövő nyújtotta lehetőségek kerültek, hiszen Győr és a régió számára kiemelten fontos, hogy a kampusz és a gazdasági szereplők együttműködése nyomán minél jobb lehetőségekhez jusson a jövő generációja. Győr egy nyitott város, a Széchenyi István Egyetem is egy nyitott egyetem, és nagyon sok feladatot, munkát végeztünk el, és nagyon sok harcot vívtunk meg azért, hogy egységes győri egyetem legyen. Az egységes győri egyetem nagyon nagy lehetőségeket rejt, nem csak az egyetem, hanem az egész város, az egész gazdaság számára. Az elmúlt esztendőkben bebizonyítottuk, hogy Magyarországon az egyetemi, ipari vállalati együttműködést itt tudjuk a legjobban Győrben működtetni, ugyanakkor ez nem kényelmesíthet el minket. A Széchenyi Egyetem rektora is arról beszélt, hogy a felsőoktatási intézménynek folyamatos és jó kapcsolatot kell ápolnia a társadalommal és az ipari vállalatokkal. Nem arról van szó, hogy itt van valami bezárt telefáncson torony, és akkor ülnek valami tudós emberek, ott olvasgatnak valami cikkeket, meg írogatnak, és viszik a saját dolgaikat. Úgy nem lehet. Az a modell elmúlt. Az valamikor lehet, hogy évszázadokkal ezelőtt volt, még az is lehet, hogy pár évtizeddel ezelőtt volt, már ez elmúlt. A 21. század egyeteme az nem ilyen egyetem, az úgy nem tud működni, és mi ezt bebizonyítottuk az elmúlt, most mondjam, 1, 5, 10, 20 évben, hogy jó utat választottunk. A megyei iparkamara első embere a gazdasági szereplők igényét tolmácsolta, miszerint szükség van a jól képzett szakemberekre. Győrnek van egy nyitott kampusza, van egy gazdaságorientált képzése, ehhez van egy innovatív egyetemi vezetés, és a gazdaság irányából viszont igény van arra, hogy szükségünk van olyan jól képzett szakemberekre, akik talán túlzással, de az első naptól fogva be tudnak csatlakozni az ipari folyamatokba. A nap során az oktatási, rendvédelmi és gazdasági szakemberek szekcióüléseken keresték a jövő bemutató megoldásokat. 10. alkalommal rendezte meg regionális állásbőrzéjét a Széchenyi István Egyetem. A győri kampusz hagyományosan jó és szoros kapcsolatot ápol a gazdaság és az ipar szereplőivel, így az állásbőrzén is több mint 40 cég mutatkozott be a hallgatóknak. Egymást érték a standok és a látogatók is a Széchenyi István Egyetem új tudástér aulájában. A győri kampusz már 10. alkalommal hívta életre regionális állásbőrzéjét, ahol elsősorban a régió meghatározó vállalatai, kis és közepes vállalkozásai mutatkoztak be. A Széchenyi István Egyetemen nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre, a piaccal való folyamatos kapcsolattartásra, és itt meg kell említenem, hogy a jól ismert partnereken kívül számos partnerünk van, mintegy 50 olyan partnerintézmény vagy cég van, amelyen rendszeresen tartunk kapcsolatot, és amelyek alkalmasak arra, hogy a hallgatóinkat, mint munkavállaló foglalkoztassák. A Széchenyi Egyetem 10. regionális állásbőrzéjére 41 kiállító érkezett, köztük a NEMAK, amely a régió egyik meghatározó munkáltatója, és rendszeresen részt vesz a Széchenyi rendezvényeken.
Évek óta visszajárunk már a Széchenyi Egyetem állásbőrzéjére. Azt gondoljuk, hogy a fiatalok, a fiatal szakemberek, a gyakornokok és a pályakezdők megszólítása is fontos. Még egy nagyobb cégnek is, nagyon sok kisebb céget is látunk, de itt vannak a nagyobb, akár 1000 fő feletti cégek is. Különösen azért, mert Győrben a munkaerőpiac jelenleg eléggé kihívásokkal teli, hogy így fogalmazzak, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy itt helybe jöjjünk, és mindjárt a utánpótlásnál, a fiataloknál elkezdjük a toborzási folyamatot. A hallgatók egyre tudatosabbak, így megragadnak mindent, hogy kihasználják a cégek kínálta lehetőségeket. Minden szünetben kijövünk óra után, aztán mindig megállunk valakinél. Igazából engem a győri rábagyár érdekel, mert nagyon tetszik, amit csinálnak, aztán másodéves gépész vagyok, és valószínű, hogy egy gyakorlati helyet megpályázok majd náluk. Ez egy ilyen szakmai gyakorlatot, ami szükséges ugye a képzéshez. A tanulás, a tudás megszerzése a legfontosabb, amiről számot is kell adni a hallgatóknak, de ZH előtt és után is van mód arra, hogy megtekintsék a cégek kínálatát. Épp egy ZH-ra készülök és oda rohanok, szóval amennyi időm volt körülnézni, az nem túl sok, de nagyon érdekes dolgok voltak minden esetre, főleg a légirányítás, hát nagyszerű. A paletta ismét színes volt, hiszen például légiforgalmi irányító képzésre is jelentkezhettek az egyetemisták, de a régió gazdasági szervezetei és ipari szereplői számos lehetőséget kínáltak a hallgatóknak. Huawei Labor és Akadémia létesül a győri Széchenyi István Egyetemen 2016-ban, amelynek megvalósításához a kínai cég közel 100 millió forint értékben nyújt támogatást. Ezt mondta az infokommunikációért felelős államtitkár. Kara Ákos a Győr Plusznak beszélt a Pekingben aláírt megállapodásról, ami egyedülálló a maga nemében. Az egyre több lábon álló győri egyetem, amely nem csak a járműipar szereplőivel igyekszik jó kapcsolatot ápolni, ennek kiváló bizonyítéka az a csütörtökön Pekingben aláírt hosszú távú megállapodás, melyről híradónknak beszélt először az infokommunikációért felelős államtitkár. Kara Ákos kezdeményezte azt az együttműködést, amit Szijjártó Péter külügyminiszter is támogatott, így születhetett meg a maga nemében egyedülálló szerződés. Azt láttuk, hogy a Huawei cég nyitott lenne egy együttműködésre. A Huawei céggel a Győri Egyetem a mai napon egy 5 éves együttműködési megállapodást kötött. Ennek a megállapodásnak a keretében körülbelül 100 millió forint értékű támogatás érkezik az egyetemre. Ebből közös tananyagok készülnek, labor készül, laboreszközök kerülnek az egyetemre, illetve egyáltalán az itteni hallgatók, fiatalok megismerhetik ennek a cégnek a működését, a jó tapasztalatait megszerezhetik. A szerződés értelmében a kínai világcég 2016-ban labort és akadémiát létesít a Széchenyin. Ennek megvalósításához közel 100 millió forint értékű támogatást nyújt a Huawei. Az egyetem rektora szerint óriási fegyvertény, hogy a vállalat korábban még nem kötött 5 évre szóló együttműködési megállapodást Magyarországon. Az információtechnológiában az, hogy 5 év múlva mi lesz, hát azt nagyon nehéz megmondani. Minden más terület is nagyon gyorsan fejlődik, de ez az rendkívül gyorsan. És ahogy mi egy világcéggel, egy fejlesztő világcéggel együtt tudunk működni, akik részt vesznek az oktatásban, részt vesznek a kutatásokban, ez nekünk megint egy nagy ugrás és egy nagy lehetőség, amit szeretnénk nagyon jól kihasználni. Az egyetemnek nagy tapasztalata van a multinacionális vállalati együttműködésben és a hallgatók piaci igényeknek megfelelő képzésében. A távközlési és informatikai képzés pedig a Huawei Akadémiával még több fiatalt vonzhat majd a Széchenyire. Tovább erősíti orosz kapcsolatait a Széchenyi István Egyetem. Az intézmény már másfél évtizede áll kapcsolatban Oroszország harmadik legnagyobb műszaki egyetemével, néhány éve pedig új lendületet vett a Széchenyi és az orosz egyetem együttműködése. Az orosz nyelv sem idegen a Széchenyitől, az egyetem minden lehetséges irányban bővíti nemzetközi kapcsolatait. Oroszország harmadik legjelentősebb műszaki egyetemével az elmúlt 5 évben vált még szorosabbá a viszony, amióta folyamatosan cserediákok tanulhatnak egyik, illetve másik intézményben. A moszkvai járműépítő egyetemmel és az Izsevszki műegyetemmel, ezzel a két egyetemmel van legszorosabb oroszországi kapcsolatunk, és most az egyetem rektorhelyettese és a nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője érkeztek hozzánk. Gyakorlatilag az Erasmus programokat fogjuk megbeszélni. Ez azt jelenti, hogy növelni szeretnénk a hallgatói csereszámot, szeretnénk oktatói, kutatói cseréket is
megvalósítani, amelynek most már tényleg semmi akadálya nincsen, az Erasmus Plus-ban ez adott lesz, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nem csak a nagypolitika, de a felsőoktatás politika is észrevette azt, hogy több lábon kell állni. A két partner most úgy döntött, tovább mélyíti kapcsolatát, vagyis a jövő évtől még több Széchenyi is utazhat az Izsnyevszki-Kalasnyikov Egyetemre, ahonnan szintén többen érkezhetnek a győri kampuszra. A rektor helyettes szerint mindkét félnek van mit tanulnia a másiktól, ezért is lehet gyümölcsöző a magyar-orosz kapcsolat. Mind a két fél igenis komoly dolgokat tud tanulni. A oroszok hagyományosan nagyon jók a természettudományokban és a mérnöki tudományokban. Például náluk nagyon erős a telekommunikáció, amit mi most újra megerősítünk. Egyrészt a Huawei-jel való kapcsolatunk révén, de más különben is nagyon fontos stratégiai szempontnak tartjuk a telekommunikáció erősítését. Ugyanakkor nem kell mondanom, hogy mi hál' Istennek nem fegyvergyártunk, hanem járműgyártásba akarunk élen járni, és azt viszont ők nagyon is szeretnék megtanulni, meglátni, hogy hogy szervezzük. Közös terület a logisztika területe, ami rohamosan fejlődő szaktudomány. A Széchenyi legutóbb a kínai Huawei-jel kötött hosszú távú megállapodást, ezúttal pedig a Közép-Urál régióban található 1,6 milliós udmurt köztársaság meghatározó egyetemével fűzte szorosabbra viszonyát. Ezek a lépések is jól illeszkednek a nyitott egyetem stratégiába, ami már évek óta jellemzi a győri kampuszt. Második évadához érkezett az 50 tehetséges magyar fiatal mentorprogram. Az 50 kiválasztott hazai tehetség 6 hónapon át elismert mentoraikkal személyre szabottan dolgoznak. A programhoz egy fórum is tartozik, amely során a mentorok és az ifjú tehetségek összesen 6 városban tartanak előadást. A fórum a Széchenyi István Egyetemre is ellátogatott, hogy inspirációt nyújtsanak a győri diákoknak. Szó lesz innovációról, médiáról, tudományról, kultúráról, munkáról, sikerről, nehézségekről és rendkívüli kitartásról. Egy közös azonban minden történetben, amit ma hallani fognak, a tehetséges fiatalokról szól. Dr. Koncosné dr. Szombathelyi Márta a Széchenyi Egyetem docense szavaival kezdődött a Talent, vagyis Tehetségnap a győri kampuszon. Az 50 tehetséges magyar fiatal program második évadába kezdett, csak úgy, mint a programot kísérő Talent Tehetség Fórum. A fórumot összesen 6 hazai nagyvárosba juttatják el, hogy a tehetségek és mentoraik kellő inspirációt adjanak a középiskolásoknak és a hallgatóknak. A Széchenyi Egyetem rektor helyettese a tehetséggel járó felelősségre világított rá. Régóta tudjuk, hogy a tehetség érték, de egyúttal felelősség is. A tehetség felismerését, kibontakoztatását, a képességekkel való gazdálkodás felelősségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Mindez azonban közös felelősség, az önöké is, a talentum birtokosáé és a miénk is oktatóké. A 6 hónapos 50 tehetséges magyar fiatal programban elismert szakemberekből álló mentorcsapat segíti a kiválasztottak további fejlődését. A tehetségnapon ismert hazai mentorok és ifjú tehetségek is tartottak előadást. A rendezvényt Győr külön üdvözölte, hiszen a város vezetése is kiváló alkalomnak tartja, hogy a jövő szakemberei sikeres és tehetséges fiataloktól kapjanak ösztönzést. Én úgy gondolom, ez nagy lehetőség a város számára is, hiszen most mi is kicsit közvetlenebbül részesei lehetünk új ifjú, talán eddig még ismeretlen tehetségek felismerésének. Én úgy gondolom, hogy a tehetség nem csupán egy egyéni ügy, nem egy egyéni dolog, hanem a közösségnek az ügye. A tehetség egy olyan érték, egy kincs, melyeket fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, és ki kell aknáznunk ezeket az értékeket. A rendezvényen többek között Tisztartó Titusz, az egyik országos kereskedelmi rádió programigazgatója is tartott előadást, de a fiatal tehetségek is bemutatkoztak a diákok legnagyobb örömére. Szélesre tárta kapuit a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állami és Jogtudományi Kara. A nyílt napok a komplex felvételi kampány első állomását képezték, amely során a középiskolások szabadon látogathatták az egyes szakok előadásait. Az elmúlt esztendőkben tovább bővült a képzés a jogi karon, ami egyre több diáknak nyújt tovább tanulási lehetőséget a régióban.
Két napra kitárt a kapuit a Széchenyi Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara. A nyílt napok a komplex felvételi kampány első állomását képezték. A kar iránt minden évben nagy az érdeklődés a középiskolások részéről, ami az elmúlt időszakban tovább emelkedett, köszönhetően annak, hogy az elmúlt években bővült a képzési kínálat. A képzésünk zászlósarja természetesen a jogászképzés, ami 60-70-80 fős első évfolyamokkal az utóbbi években egy stabilnak tekinthető létszám. A két legfrissebb karunk, ami alapképzési szak, a nappali tagozaton levelezőn egyaránt, az igazságügyi igazgatás és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak, ahol pedig szintén biztató számaink vannak az első két év tapasztalata alapján. A nyílt napok célja, hogy a középiskolások magukba szívják az oktatási intézmény hangulatát, valamint hogy betekintést nyerjenek az előadásokba. Farkas Gergő Márk első éves hallgató a jogi karon, és nagyon elégedett a képzéssel. Elsőben eldöntöttem, hogy mindenképp jogász szeretnék lenni, és hát nem is főképp jogász, hanem kriminológus, és ugye az még utána tovább megyek. És a Győrit azért választottam, mert nagyon sok ismerősöm van már itt, ugye Bencésbe jártam, és nagyon sok ismerősöm van felsőbb éves, aki ajánlotta, hogy ez nagyon jó társaság, zseniális, és tényleg nagyon jó tanárok is vannak, tehát minden megfelelt nekem így, tehát tökéletes volt, nem is szerettem volna Pestre menni, ez így nekem teljesen jó. Aki novemberben nem lépett be a nyitott kapun, az decemberben pótolhatta, de természetesen a kar 2016-ban is biztosít lehetőséget arra, hogy közelebb hozza a középiskolásokhoz képzési kínálatát. Tudás Expót rendezett a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és a Mobilis. A tudásprojekt lehetőséget biztosít a tanulók fejlődésének. A projektre számos szakkör jelentkezett az országból, melyből első körben 40-et választott ki a szakmai zsűri, végül pedig 20-an mutatkoztak be a Tudás Expón. A Kutatótanárok Országos Szövetsége összefogott a Mobilisszel, hogy közösen tegyenek a jövő generációiért. A Kutatótanárok Országos Szövetsége egy országos szervezet, mely a tudás projektjét szakköröknek hirdette meg. Összesen rengeteg szakkör jelentkezett, amelyből végül 20 juthatott be az expóra. Első körben 40 szakkört választottunk ki, és a 40 szakkörből végül is 20 olyan szakkör kapott meghívást a szakmai zsűri döntése alapján, akik itt bemutatkozhatnak. A választási szempontok között többek között olyanok voltak, hogy mennyire kísérleteznek, vizsgálódnak ezek a szakkörök, mennyiben fogadják be a tanulóknak a saját ötleteit, mennyire építenek ezekre az ötletekre, mennyire kötik a kísérleteiket vagy a napi vizsgálata a tanulók mindennapi tapasztalataihoz. A Tudás Expón kiállított a Mobilis, de érkeztek diákok Öttevényről, Pécsről, Szekszárdról, Kecskemétről, Budapestről és Kisvárdáról is, akik szivárványos kísérleteket hoztak a rendezvényre. Az első részben tanárnő feladatlapokat adott nekünk, amelyek a szivárványjal voltak, a szivárványjal kapcsolatosak, és ez igazából a legjelentősebb, hogy a szivárvány mindenhol ott van, a tudományokban, a mitológiában, a matematikában. A Kutosz nem véletlenül talált rá a Mobilisre, hiszen a Győri Science Center célja, hogy játékos formában világítson rá a természettudományok jelentőségére és sokszínűségére. A Kutatótanárok Országos Szövetségének a célja nagyon hasonlít a Mobiliszére. Mind a ketten azt mondjuk, hogy élményeken, izgalmas projekteken, egy kicsit kutatáson alapulva a fiatalok számára meg lehet ismertetni a természettudományok világát, érdekessé lehet tenni azt. Mind a ketten azt valljuk, hogy olyan ez, mint a tömegsport, egy picit. Ahhoz, hogy nagyon nagy, magas teljesítményekre képes élversenyzők előkerüljenek, ahhoz egy tisztességes, nagy merítést kell csinálni. A kiállító szakkörökön túl interaktív beszélgetéseket is szerveztek, ahol neves előadók szerepeltek, a szakkörök munkáját pedig értékelte és díjazta is a szakmai zsűri. A tervek szerint a Kutosz és a Mobilis a jövőben is közös erővel tenne a tanulókért. Az ünnepi időszakban kellemes pihenést kívánok tanároknak és hallgatóknak egyaránt. Januárban ismét jelentkezünk a tudás világából. Maradjanak a Győr Plusszal, viszontlátásra!